Örömmel köszöntelek benneteket, az itt megjelenteket és drága kedves testvéreimet. Szeretném kérni, hogy amíg mi leborulunk Tiborral egy imára, addig ti maradjatok állva. És akkor most közösen is forduljunk az Úrhoz. Szerető Istenünk, örömmel jövünk hozzád, aki teremtetted az eget és a földet, és benne mindnyájunkat. Hálásak vagyunk, Istenünk, hogy együtt lehetünk, és húsvér valóságban, szemtől szemben ünnepelhetjük a szombatnapodat. Köszönjük, Urunk, annak lehetőségét, hogy most az egész országban együttesen a te néped megszólíthat téged Solti gyülekezetért, és az ő lelkész párosukért, Árvai Tamásért és Pálmáért. Különösképpen az idős testvérekre gondolnak ők, és szeretnék közben járni, de nálad ő értük, hogy ez a járvány ne fertőzzön meg senkit közülük. És egyben kérem, Uram, hogy itt a mi gyülekezetünkben is az időseket és a gyengélkedőket te vedd óvó karjaidba. Köszönjük, Urunk, hogy nem engedett, hogy mi ellankadjunk, hogy erőt adsz nekünk, hogy ne fáradjunk el. Hogy kezeled a mi fizikai sebeinket, és gyógyítod a mi lelki nyűgeinket, bajainkat, betegségeinket. Hálával állunk előtted, Urunk, hogy nekünk, hogy neked gondod van mi ránk, és olyan jó érzés ez, ebben megnyugodva itt együtt lenni. Arra a reménységre tekintenünk, amire oly számos ígéretünk van, és tudjuk, hogy te azt az ígéreteket, ezeket be is váltod. Áld meg, Urunk, kérünk Tibort most az ige szólóját.
hogy tudjanak elhatni a szavak a mi szívünkig, a te szent lelked által. Hogy a te nevedet tudjuk dicsőíteni, és azt felemelni ezen a mai napon és a jövő hét folyamán is. Az Úr Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen. És akkor az előzetes tájékoztatás alapján akkor most gyűjtsük össze adományainkat. Megkérem a Ágit és a lányokat, hogy ebben legyenek segítségére. Az a különleges narancsfa. Engem nem tanítottak meg a tizet fizetésre a keresztségi felkészítéskor, mondta Angelo Donaldo, egy angolai adventista lelkész. Azt magyarázta, hogy 1977-ben a papája adventista lelkész volt Lualában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Luandától a fővárostól 1580 kilométerre. Emlékszem, nagyon fiatal voltam, mondta Angelo. A házunk körül volt 10 narancsfa. A 7 testvérem és én szabadon ehettünk mindegyik fáról, csak a tizedikről nem. Az volt a leginkább megrakva narancsokkal, az volt a tizedfa. Volt, amikor a papám elrejtőzött és figyelte a fát, hogy a tolvajok ne szedjenek le semmit sem arról a fáról. Ma úgy érzem, ez az emlék áldásomra van. A papám hűségének a tanítása ez. Talán ennek is lehet köszönni, hogy egyikünk kivételével ma mindannyian az egyházban vagyunk. Otthon tanultam meg, hogy mi a tized, nem a gyülekezetben, fejezte be Angelo. Az édenkertjében mennyei atyánk is mindent nekünk adott, csak egyet nem, ami neki volt fenntartva. Ha betartották volna őszüleink Isten kérését, és hálásak lettek volna neki mindazért, amit kaptak tőle, akkor nem vettek volna arról a fáról gyümölcsöt. Azt a fát nevezhetjük a tized fájának is. Salamon ezt tanítja nekünk, Példabeszédek 3.9-ben. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelme csengéjéből. Ismerjük el az Úr tekintélyét, hatalmát és jóságát a mai napon is. Jó atyánk, amikor eléd állhatunk így együtt. Ahogy végig tekintünk a múlt hetünkön, minden mozzanatban tetten érhettük a te kezed nyomát, a te szeretetedet, a gondviselésedet, a törődésedet, egyáltalán azt, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük, amikor lelkünk ígértél, és mi tudtunk hálás szívvel fordulni feléd, köszönettel, és mindazzal a teljes odaadással, amit tőlünk vársz. Istenünk, a kegyelem pillanataiban mi mindig tudjuk, hogy neked köszönhetünk mindent. Mi semmit nem tulajdonítunk magunknak, és éppen ezért mindenről azt gondoljuk, hogy téged illet meg. Mindazt, amit kaphattunk tőled, azt ajándékba kaptuk, hogy jól használjuk. De Urunk, van egy része,
a mi életünknek, a jövedelmünknek és mindenünknek, ami csak is téged illet meg, ezt kéred tőlünk. Segíts bennünket, hogy mi ebben hűségesek tudjunk hozzád maradni. Hogy ne legyen kétség afelől számunkra, hogy te így is bőséggel ellátsz bennünket. És mi ma is úgy jöttünk hozzád, Urunk, hogy ez a nap téged illet, és mi szeretnénk szívünkben, lelkünkben téged ünnepelni, a veled való közösségnek örülni, és minden mást kirekeszteni a mi életünkből. Így munkáld a mi elménket, szívünket, teljes valónkat. Köszönjük ezt neked, azt, hogy a megváltó nevében mindezt elmondhattuk, és te biztosan beteljesíted a mi kéréseinket. Amen. Akkor még egyszer kérném a Szent Lelket, hogy legyen itt mindannyiunk szívében, hogy türelemmel és tanulni vágyással hallgassuk Tibort. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Eszembe jut, hogy múlt héten öcsém állt itt, és azt mondta, hogy nagyon melege van. Hát tényleg, itt egészen jó idő van. De hála az Úrnak, megy a szellőző is, és ez pontosan ebbe a mai vírusos helyzetben egy áldás. Azt gondolom, hogy itt az elsősorban nem véletlenülnek csillogó szemű, fiatal, leendő testvéreink. Azért ültök itt, mert gyerektörténetre vártok. Én fogom ezt a gyerektörténetet most nektek elmondani. Megpróbálom a technikát kezelni. Úgy, ahogyan remélem, hogy... eddig sikerül. És van egy másik eszköz, amivel a múlt héten Laci nem igazán tudott megbirkózni eleinte, de utána sikerült neki. Fogok mutatni most nektek néhány ismerős képet. Hogy látom a Daninak az arcát. Ezt mindannyiutoknak látni kéne. Ez micsoda? Iskola. Iskola. Ez egy hagyományos iskola. És vajon ez mi? Ez nem ismerős nektek? Na, Daninak ismerős. Dani? Otthontanulás. Otthontanulás. Hogy szokták ezt olyan, olyan szépen mondani, nem magyarul? Online tanulás. Ez is nagyon jó. Esetleg nem egészen fiatalok. Home school. Ez is ismerős, amikor otthon kellett tanulni? Ez is ismerős. És ez? Ez nem ismerős. Van, aki így tanul most? Nem. Hála Istennek azért nem kell mindenhol ennek így lennie. Nem tudom persze, hogy ez Magyarországon készült-e ez a kép, de bizony van olyan, ahol, olyan ország, ahol már a tanterembe is föl kell húzni. No, tehát iskola. És én most bármennyire is azt gondolnátok esetleg, nem a járványról akarok beszélni. Melyikötök szeret iskolába járni?
Szeretem az őszinteséget. Szeretem azt, aki őszintén megmondja, hogy szeret, és azt is, aki most nem tette fel a kezét. De hadd tegyek még, igen, köszönöm szépen, van más is, aki szeret iskolába járni. Hadd kérdezzek még valamit. Ki az, aki szeret tanulni? Tanulni? Tehát iskolába járni ketten szeretnek, tanulni már csak egy szeret, a statisztika kezd romlani. Hadd kérdezzem meg, hogy aki esetleg nem szeret tanulni, miért nem szeret? Mert hogy iskolába nem szerettek járni, ez egy dolog. Tanulni? Mennyire kötődik az iskolához az, hogy tanulás? Dani? Hát eléggé. Eléggé? Mert amit megtanítanak ott, az még közben meg kell tanulnod. Aha. És a tanulás, azzal úgy egyébként problémátok van? Miért? Mert rossz. Miért rossz tanulni? Mert sokat kell tanulni. Jó. Ha nem kéne sokat tanulni. Akkor is rossz. Akkor, de miért rossz? Azért, mert tanulni kell. Mert tanulni játszani kell. Játszani. És nem lehet játszani. Ez jó kérdés. Ha már most nem azért, mert kipécéztelek most, szó sincs erről. Triatlonozol? Igen. A triatlonozás az csak úgy működik? Ott nem kellett megtanulni semmit se? Hát, de kellett tanulni. Szívesen tanultad? Igen. Azt miért? Az élmény. No. Hát, hadd mondjak nektek valamit. Én azért nem mondom azt, hogy szerettem iskolába járni, de nem volt olyan nagy tragédia. Még azt sem mondom, hogy nagyon szerettem tanulni, de tanultam. Nem voltam olyan túl rossz tanuló. Viszont volt az életemben valami, amit nagyon szerettem volna megtanulni, és nem sikerült. Ez pedig zenélni, hangszeren játszani. Sokszor megkíséreltem. Ha csak azt kellett csinálni, hogy fogtam először klasszikus gitárt, utána nem egészen klasszikus gitárt, és pengetni, meg stb., azzal semmi baj nem volt. Egy dologgal volt probléma. Szerintetek mivel? Aki zenész. Köszönöm szépen. Mondhatnám, hogy föl voltam mentve szolfésból. Igen. De ez nem jó dolog. Mert pontosan tudom, hogy anélkül az egész semmit nem ér. Semmit nem ér. De hát valahogy az, hogy ott azokon a vonalakon, azok a krumplik izegnek, mozognak, szóval az nekem valahogy nagyon nem. Viszont egy dolog nagyon nagy vágyom, hogy szeretnék megtanulni. Ez micsoda? Orgonálni. Elég magasra helyeztem a mércét? Próbálkoztam vele. Az ifik tanúsíthatják, akik jártak nálunk, hogy volt orgona. Egy kis elektromos orgona volt. Na persze nem magamnak, szigorúan Bernadettnek, hogy ő tudjon rajta játszani. Ezt is játszott rajta, ifikkel közösen énekeltek, és amikor én magamra maradtam, akkor azon játszottam. És tudjátok miért jó? Az elektromos orgona? Mert nem kergetem őrületbe
a többieket, ugyanis a fejemre teszem a fejhallgatót, és onnantól kezdve csak én hallom, a többieknek csak annyit, hogy kalimpálok. Egy szó mint száz, nagyon szeretnék megtanulni orgonálni, és az igazság az, hogy én a Jóistennel meg is beszéltem ezt. Ha már ezen a földön ez nem fog sikerülni, én a mennyben szeretnék orgonálni. Ígéretet nem adott. De én nagyon bízom abban, hogy ott a mennyben, majd amikor oda kerülök, akkor Jézus kézen fog, és egy csodálatos orgonához fog vezetni. És ezen az orgonán én játszani fogok. És ő odaül mellém, és azt mondja nekem, hogy na akkor kezdjük az első leckét. Tanuljunk együtt. Mert hogy? Ott is tanulni fogunk. Emlékeztek, hogy amikor múltkor itt álltam ki előttetek, én ebből a könyvből olvastam. Hadd olvassak szintén ebből a könyvből néhány gondolatot. Ellen White írta, az a címe, hogy Maranatha, jöve Uram Jézus. A fejezetnek a címe az, hogy az örökké valóság iskolája, és néhány gondolatot hadd emeljek ki ebből. Földi életünk felkészülés az örök életre. Az itt elkezdődő tanulás nem fejeződik be ebben az életben, hanem az egész örökké valóságon át tart. Soha nem lesz vége. Mit szóltok ehhez? De figyeljetek, mit ír még? Ott minden lehetség, minden tehetség, bocsánat, tökéletesedik, minden képesség fejlődik, gyarapszik majd. És most figyeljetek, a tanulás nem fogja elfárasztani elménket, nem meríti ki erőnket. Más lesz ott a tanulás. Egészen más lesz, mint amit most itt ezen a földön megtapasztaltatok, és ami miatt azt mondjátok, hogy nem szeretünk tanulni. És hadd mondjak még valamit. Azt, amit itt elmondtam nektek, hogy mi lesz majd ott a mennyben az orgonánál, azt nem is magamtól vettem. Amint Krisztus járt és beszélgetett tanítványaival földi szolgálata során, úgy tanít majd minket a mennyei iskolában. Ki lesz a ti tanítótok a mennyei iskolában? Szeretnétek olyan iskolába járni, ahol Jézus Krisztus a tanítótok? Na ugye? Jó lenne már ott tanulni. Olyan dolgokat, amik leköti a mi figyelmünket, a mi elménket, ami örvendezteti a mi szívünket, és amiben itt sajnos ma még nem mindig van részünk. Adja az Isten, hogy ez minél hamarabb így legyen. Amen. Vár rátok az Évi, azt hiszem azért, hogy elvigyem benneteket, hogy együtt tanuljatok most egy kicsit. Amikor legutóbb itt álltam, és szintén ebből a könyvből olvastam, elég nehéz helyzetben hoztam Zolit.
mert azt mondta, hogy na jó, akkor most fejezzük be. Ennyi elég is volt. De most én állok itt, és saját magam után kell folytatnom. És nem mondhatom azt, hogy itt fejezzük be, de engem ezek a gondolatok nagyon megörvendeztettek, amikor készültem. Azt viszont nem tudom, hogy amikor szembesültetek ezzel a címmel, a hetednapi adventisták bajai csoportjában, megörvendeztette a szíveteket. Lehet, hogy arra gondoltatok, hogy az a cím, hogy figyelmeztető szavak, és ez a borús jelenet, és az a szemégy, sófárt fúj. Ugyan mi jöhet most? Miről fog itt a Tibor nekünk beszélni? Valószínűleg nem biztatni fog bennünket. Talán a fejünkre fogja olvasni majd a hibáinkat, meg a bűneinket. Istenem, nem volt elég, hogy az elmúlt héten itt állt a testvére, és többek között azt mondta, hogy valószínűleg jobban szeretjük saját magunkat, mint Jézus Krisztust. Nos, testvéreim, nem ígérhetem meg, hogy a szembesítés ma elmaradt. Ugyanakkor az biztos, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik esetleg úgy érzik, hogy érintve lesznek, hiszen múlt héten is, ha jól emlékszem, Laci saját magáról beszélt, az ő tapasztalatáról, és arról tett bizonyságot. Aztán a végén csak annyit mondott, hogy aki csatlakozna és szívesen átélné ugyanazt, amit ő átélt, azzal majd egy közösséget, egy ima közösséget épít. Valamelyes csatlakozni fog majd a mai ige hirdetésem is az előző hét témájához. Ott kezdeném, hogy néhány héttel ezelőtt az internet bőséges kínálatából választva meghallgattam egy ige hirdetést, amelyen elhangzott egy mondat. És ez a mondat nagyon elgondolkodtatott. Ezt a mondatot Ellen White-nak egy írásából idézte az előadó. Az írásnak a címe angolul az volt, nem tudom, hogy mennyire jó a kiejtésem, Words of Warning. Stimmel? Vagyis figyelmeztető szavak. Tehát a cím nem tőlem ered. Mielőtt azonban megosztanám veletek a gondolataimat, szeretnék nektek felolvasni egy történetet. Borongós reggelre ébredt. Szombat volt. Az öröm a békesség napja. Ez a nap azonban most valahogyan más volt, mint a többi. És nem csak azért, mert ismét egy szolgálatra készült. Ahogy kinézett az ablakon, súlyos, sötét felhőket látott. Mintha a természet maga is visszatükrözni azokat az eseményeket, melyek a mindennapokat meghatározták. A járvány úgy tűnik megállíthatatlanul terjedt. A kórházak súfolásig megteltek, és sajnos egyre csak nőtt a halottak száma. Az emberek egyre nagyobb félelemben élnek. Igen, ez, de nem csak ez,
ami az elmúlt napokban a gondolatait lekötötte, amikor az ige hirdetésre készült. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Igen. Igen, itt az idő. Nincs már messze a vég, fel kell rázni a gyülekezetet, nincsen vesztegetni való idő. A szíve tele volt várakozással, izgalommal. Úgy döntött, hogy inkább gyalog megy a gyülekezetbe. Hál' Istennek az eső is elállt. Amint belépett a gyülekezeti házba, a szíve összefacsarodott. A testvérei csendben beszélgettek. A maszk miatt, amit az arcukon hordtak, csak a szemüket látta. Az írás azt mondja, hogy a testnek lámpása a szem. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a szem a lélek tükre. És ezek a szemek most nagyon kifejezőek voltak. A testvérei szorongtak. Néhányuk szemében még a félelem jeleit is felismerni vélte. Egyre jobban megerősödött benne, hogy az az üzenet, amit átadni készült, mindent meg fog változtatni. Sietve kereste meg az Isten tiszteletet vezető testvért, akivel egyeztettek, majd pontosan a megadott időpontban bevonultak az imaterembe. A hirdetések és egy versszolgálat után felállt a szószékre. Úgy döntött, hogy először megemlékezik azokról a testvérekről, akik már nem lehetnek köztük, akik áldozatul estek a járványnak. Nem csak az ő gyülekezetének voltak veszteségei, más gyülekezetekben is sokan elaludtak. Közösen imádkoztak, majd mindenki elcsendesedett. Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Tudta, hogy ezek a gondolatok mindenki számára nagyon is ismerősek voltak. Háború és járvány. Mindezek az életük részévé váltak. Ebben éltek, ez határozta meg a mindennapjaikat. Mikor készült erre a prédikációra, nagyon sokat gondolkodott és imádkozott, hogy testvérei között érezhető fásultságot hogyan törhetné át. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni? Nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Igen, testvéreim, emeljétek fel a ti fejeteket, mert közel van Isten országa, mondta szenvedélyes hangon. Bizony, mondom néktek, hogy a nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A gyülekezetben a levegő hirtelen feszültséggel telt meg. Többen is hangos amment kiáltottak. A prédikátor érezte, hogy a testvérekben a kezdeti rossz hangulat kezd megváltozni. Igen. Ezt akart elérni, de még ennél is többet. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és az élet gondjainak miatta, és váratlanul rátok ne jöjjön ez a nap. Mert mint egy tőr, úgy lep meg majd mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.
Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, elkerüljétek mindezeket, míg bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Beszélni kezdett arról a hatalmas reformációs munkáról, mely az 1888-as Minneapolis-i generálkonferenciát követő években az egyházban végbe ment. Azokról a tábori összejövetelekről, amelyeket a valaha volt legnagyobb tábor összejöveteleknek minősítettek, ahol a Szentlélek kézzel fogható jelenlétét lehetett megtapasztalni. Egymás után elevenítette fel azokat az eseményeket, melyek 1892 nyarán az Egyesült Államok több államában történtek, Minnesotától Michiganig. Idézte Ellen White-ot, miszerint a harmadik angyal hangos kiáltása már elkezdődött. Krisztusnak, a bűnbocsátó, üdvözítő igazságosságának kinyilatkoztatásával. Ez azon angyal tevékenységének kezdete, akinek dicsősége be fogja tölteni a földet. Az ige hirdetés közben folyamatosan figyelte a testvéreit. Látta, hogy a szemek egyre jobban csillognak. De tudta, hogy szólnia kell valami nagyon fontos dologról még. Ismét Ellen White-tól idézett. Az ellenállás felszításával Sátánnak sikerült nagy mértékben elzárni a népünktől a Szentlélek különleges erejét, melyben Isten részesíteni kívánta őket. Az ellenség megakadályozta őket annak a hatékonyságának az elérésében, amely az övék lehetett volna, és úgy vihették volna el az igazságot a világnak, ahogyan az apostolok tették pünkös napja után. Ellenezték a világosságot, melynek az egész földet kellett volna beragyogni a dicsőségével. Testvéreink eljárása nagy mértékben távol tartotta azt a világtól. Röviden és tényszerűen világossá tette testvérei előtt, hogy bármennyire nehéz is kimondani, de azok, akik az 1888-at követő nagy világosságban részesültek, végül visszautasították azt. A megígért áldás, a késő eső kitöltése elmaradt. És most érkezett el ahhoz a részhez, amit a legfontosabbnak tartott, amit át akart adni, a csüggett és fáradt testvéreinek. Határozott hangon kijelentette. Ez most nem következhet be. Nem ismétlődhet meg az, ami az 1888-as nemzedéket a mennyei Kánoán határáról visszafordította. Még néhány szenvedélyes szóval visszautalta arra, amivel a prédikációt kezdte, arra, hogy közel van Isten országa, majd beszédét egy Ellen White idézettel zárta. Ma adjátok át magatokat Istennek, hogy tisztességet és szolgálatra méltó egy edényekké tehessen titeket. Ma adjátok át magatokat Istennek, hogy megüresíthessen titeket az önzéstől, gyűlölségtől, féltékenységtől, gyanakvástól, cívódástól és minden más egyébtől, ami meggyalázhatná Istent. Ma szerezzetek magatoknak tiszta edényeket, hogy felkészülhessetek a mennyei harmatra, a késői eső fogadására. A késő eső megérkezik, és Isten áldása megtölt minden szívet, mely megtisztította magát a szennytől. A kötelességünk ma abban áll, hogy a lelkünket adjuk át Krisztusnak, hogy így felkészülhessen az Úr színe elől jövő felüdülésre és a Szentlélek által való keresztségre. Amikor a záró imádságot követően kivonult a teremből, nem zavarodott, hanem mosolygós, bizakodó és eltökélt szemeket látott. Nagyon sokan jöttek utána és megköszönték a szavait. Úgy érezték, hogy valami elkezdődött.
hogy az Úr eljövetele már valóban csak egy karnyújtásnyira van. Maranatha, jövel, Uram Jézus! A történet eddig tartott. Testvérem, arra gondoltam, hogy milyen jó is lenne, hogyha láthatnánk magunk előtt azokat a testvéreket, akikről ez a történet szólt. Arra gondoltam, milyen jó lenne, hogyha a történet szereplői megelevenednének itt a szemeink előtt. Itt van az internet. Megpróbáltam keresni képeket, de sajnos nem találtam erről a gyülekezetről képeket. Viszont arra gondoltam, hogy keresek olyan képeket, ami a közeget bemutatja. Talán ez is segít abban, hogy közelebb hozza őket hozzánk. Szeretnék néhány képet, amit találtam az interneten mutatni most nektek. Itt az első. Ismerős. Azt hiszem, járvány van, egy maszkot hordó férfi embert látunk, akár lehetett ő is, ez a bizonyos prédikátor, nem tudjuk. Talán közöttük lehettek azok, akik az Isten tiszteleten részt vettek. Szintén maszkban, a járvány miatt, ami az arcukat eltakarja, bár ott, ha jól látom, valakinek az orra kilóg. Nem szabályos a maszk használat. Itt egy következő képen, nem tudom, hogy látjátok-e, hogy az a bátor hölgy egy feliratot akasztott magára. Lefordítottam. Ez a bátor hölgy azt írta ki magára, aminek a magyar jelentése az, hogy viseljen maszkot, vagy menjen börtönbe. Itt egy mentőautót látunk, amiben egy beteget tesznek be, valószínűleg a járvány egyik áldozatát, aki talán még életben van, és viszik a járványkórházba, ahol az orvosok ülnek a betegek mellett, és próbálják őket gyógyítani. Ebben az időben így néztek ki a gyerekek is. Nem tudom, feltűnt-e valami nektek ezeken a képeken. Esetleg... Mi tűnt fel? Nem most készültek. Nem most készültek ezek a képek. Ez a történet, amit én elmeséltem nektek, ez nem most játszódott. Tudja esetleg valaki, hogy mikor? 14. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? A járvány. A spanyolnátha járvány. A spanyolnátha járvány. Egy kis történelemleckét tartok most nektek, jó? A spanyolnátha történelem egyik legnagyobb világjárványa volt, amit az influenza A nevű vírusa okozott 1918-19-ben. És ami a föld népességének megközelítőleg egyharmadát megfertőzte. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. Az általános elfogadott vélekedés szerint 50 millió főre rúghatott a spanyol náthában elhalálozottak száma. Nagy biztonsággal állítható, hogy az áldozatok száma Európában elérte a 2 milliót, míg az USA-ban meghaladta a 1,5 milliót. Ezzel a pusztítással a spanyol nátha
Az emberi történelem második legtöbb áldozatot szedő járványa volt a fekete halál 14. századi nagy pestis járvány után. Kénytelen vagyok most leleplezni magam. Az a borongós szombatnapi történet, azt én találtam ki. De hadd tegyek nektek fel egy kérdést. Vajon ez a valóságban nem történhetett meg? Mi az, ami ezt kizárja? Vajon 1818-19-ben az idők jelei és azoknak a következményei nem lehettek valóságosak? Első világháború, spanyol nátha járvány, 1818-19-ben vagyunk. Vajon az akkor élt adventistáknak nem lehettek súlyos testi és lelki megrázkódtatásai? Ugye? Nem lehetett akkor, nem kellett akkor mondjuk egy prédikátornak őket ebből felrázni egy olyan üzenettel, ami elhangzott? Emlékeztek rá, beszélt a prédikátor 1888-at követő nagy ébredési mozgalomról. Ez 30 év. 1888. Lehet, hogy ott a gyülekezetben ott ültek olyan fiatalok, akik azokon a tábori összejöveteken ott voltak, ha túlélték az első világháborút és a járványt. Ellen White-tól nagyon sok idézet volt. Ellen White mikor aludt el? 1915-ben. Csak 3 év telt el. Akik ott ültek, mindez kézzelfogható volt. Mindez olyan erővel hathatott, ami ránk talán így nem biztos, hogy hat. És mindez bennük nem fogalmazhatta meg azt a következtetés, hogy valóban most már itt van karnyújtásnél az Úr visszajövetele? Lehetett ebbe a történetbe bármi valószerűtlen? Merülhet-e bármi kérdés ezzel kapcsolatosan bennünk? Én azt gondolom, semmi. Ha csak az nem, hogy ez már 100 éve történt. Több mint 100 éve. És az Úr még mindig nem jött el. Az idők jelei pedig csak sokasodnak, és sokasodnak, és sokasodnak. De most már igazán fölteltitek azt a kérdést, hogy jó Tibor, lassan végig a gyülekezet, az Isten tiszteletnek is. Miről akarsz beszélni? Mi volt az a mondat, ami gondolkodóba ejtett? Ahogy mondtam, Ellen White-nak egy írása, a címe az, hogy figyelmeztető szavak. 1901-ben keletkezett ez az írás. A következő mondat. Mindez meggátolta a munkát, ami oly dicsőségesen indult, és aminek tovább kellett volna haladnia méltósággal és erővel, ami miatt vagyunk, emiatt vagyunk még itt a Földön. A nagy ellenség megakadályozta a munkát, amit néhány hónap alatt el kellett volna végezni. Testvéreim, hadd kérdezzem meg tőletek. Vajon milyen időszakra utal Ellen White ebben a mondatában? És most a bibliakörösöket megkérem, hogy magukban adják meg a választ, mert ők tudják. Milyen időszakra utalhat valóban? Most ez. Mi volt az az esemény, amelyet olyan dicsőséges munka követett,
és amit aztán végül Sátán hathatós következmény eredményeként elakadt. Melyik lehet az az advent történelemben az az esemény? Advent történelemről beszélünk. Dicsőséges munkáról, ami elindult. Akkor most nézzük meg, hogy ezt a mondatot közvetlenül megelőzően miről ír Ellen White. Nem sokkal az 1844-es csalódás után voltak néhányan, akik lelkiismeretesen kezdték kutatni a szentély igazságát. Nagy világosság árat rájuk a nyitott ajtón át. Szilárd alapot találtak hitüknek, amelyen megingathatatlanul megálltak. Azok, akik nem fogadták el a szentélyről áradó fényt, az igazság védelmezőinek keserű ellenségeivé váltak. Csökönyös elhatározásuk, hogy ne lássák meg ezt a világosságot, Sátán csapdájának könnyű prédájává tette őket. Csatlakoztak a világossággal szemben álló világhoz és egyházakhoz. Eszközévé váltak Sátán kezében, hogy meséket és hagyományokat hirdessenek az emberek között. Az ellenség újongott, hogy teljes mértékben sikerült megtévesztenie azokat, akik által az Úr kezdetben az ő világosságát árasztotta. Most tehát, kedves testvérem, milyen időszakról beszél itt a testvérünk? 1888-at követő időszakról, arról, amiről beszélt a prédikátor, hogy micsoda nagyszerű eredmények születtek? Hát nem éppen. Nem. Az 1844-es nagy csalódás utáni időszakról beszélt. Testvéreim, mit jelent mindez? Hogy Jézus visszajöttett volna már 1844 után. Isten eredeti terve az volt, hogy az 1840-es évek nagy advent mozgalma nem ér véget a nagy csalódással, hanem a szentély igazságának felismerését követően a hitükben megerősödött testvéreink által néhány hónap alatt a világ figyelmeztetés kaphatott volna a közelgő ítéletre. Sátán uralma véget érhetett volna, és Krisztus dicsőségesen jelenhetett volna meg az ég felhőin, hogy magához vegye az ő népét. De nem ez történt. Jézus nem jött vissza 1844-et követően. 1888 után sem. És sajnos az én történetemet se lehetett befejezni úgy, hogy Jézus visszajön. Helyette ugye volt egy első világháború, egy nagy gazdasági világválság, egy világjárvány, aztán jött egy második világháború, ami az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa volt. Úgy mellesleg ezzel párhuzamosan volt egy holokauszt. A történelem kommunista és egyéb diktatúrák korszakát ismerhette meg. Kisebb és nagyobb helyi, illetve nemzetközi háborús konfliktusok. Aztán, hogy közelítsünk a mai időszakhoz, mondjuk egy ruandai népirtás, és azt gondolom, hogy még hosszasan sorolhatnám azokat a szörnyűségeket, amik csak a társadalmak szintjén keletkeztek, amit a bűn szabadított rá erre a világra, és akkor még nem beszéltem a bűn következményeiről a természetben, ami egyre inkább kézzelfogható
hogy a globális felmelegedésnek milyen hatásai vannak. Nos, drága testvéreim, ugye emlékeztek erre a történetre még. Emlékeztek arra, hogy a történetben a prédikátor határozott hangon mit jelentett ki? 1818-19-ben. Azt mondta, hogy nem ismétlődhet meg. Mindaz, ami az 1888-as nemzedékkel megtörtént. Ami őket a mennyei Kánaán határáról visszafordította. Sajnos nem az 1888-as nemzedék volt az első, amely visszafordult a mennyei Kánaán határáról. És sajnos nem is az utolsó. Számoljunk csak. Ha veszünk mondjuk egy nemzedéket, egy nemzedéknyi időt 40 évnek, akkor 1844 óta ma hanyadik nemzedék idejében élünk? Ötödik adventista nemzeték a miénk. Mit jelent mindez? Hogy már 4 nemzedék kísérelhette meg a bejutást a mennyei Kánaánba. De nem sikerült. Isten népe 176 éve vándorol a pusztában. Oda és vissza a Sínai hegy és a mennyei Kánaán határa között. Mi lehet ennek az oka? Azt gondolom, hogy sokan föltesszük magunknak ezt a kérdést. Sokan elgondolkodunk erről. Lehet, hogy nem beszélgetünk erről, de mindannyian érezzük, hogy erre a kérdésre választ kell találnunk. Forduljunk ismét a kisebb világossághoz. Ellen White a választ az első adventista nemzedék esetében világosan megfogalmazta. Ha az adventisták az 1844-es nagy csalódás után ragaszkodtak volna hitükhöz, és együttesen megragadták volna az Isten által gondviselésszerűen nyújtott alkalmakat, ha elfogadták volna a harmadik angyal üzenetét, és a Szentlélek erejében hirdették volna a világnak, akkor meglátták volna Isten üdvözítését. Az Úr hatalmasan együtt munkálkodott volna igyekezetükkel, a mű befejeződött volna, Krisztus pedig már eljött volna, hogy népét magához vegye és megjutalmazza. A hajdani Izraelt a hitetlenség, a zúgolódás és lázadás 40 évre kizárta Kánaán földjéről. Ugyan ezek a bűnök késleltették a mai Izrael bemenetelét is a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretén múlt. A hitetlenség, a világiasság, a szentségtelen élet, a viszály, az Isten, az Úr hitvalló népe között, ez tartott bennünket. Így hosszú ideig a bűnnek és a világnak, és a bánatnak világában. Drága testvéreim, ugye nem akarjuk azt, hogy a mi nemzedékünk is a pusztában végezze. Ne késleltessük tovább Izrael bemenetelét a mennyei Kánaánba.
zúgolódásainkkal, ellenségeskedések és viszályok szításával, testvéreinkkel szembeni szeretetlenségünkkel, és végső soron minden le nem győzött bűnünkkel. Ne gördítsünk újabb és újabb akadályt, ami Úrunk és megváltunk Jézus Krisztus visszajövetelének útjába. Pál apostollal együtt tudjuk, hogy az egész világ, az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög. És sóvárogja várja Isten fiainak megjelenését. Drága testvéreim, jó, ha tisztában vagyunk vele. Nincs mire. Nincs kire várni. Egyedül rajtam. Rajtad és rajtunk múlik, hogy Jézus mikor jön vissza. És hogy ezt eddig miért nem tette meg? A bánat hosszú éjszakája nagyon fájdalmas lesz, de Isten a hajnalt kegyelemből halogatja. Mert ha Mester eljönne, olyan sokan készületlenül fogadnák. Isten nem akarja, hogy népe elvesszen. Ez az oka a nagy késedelemnek. Ha az egyház pusztasága viruló mezővé válik, ha a viruló mező pedig erdővé, az az Isten szent lelkének köszönhető, mely kitöltetett népére. A mennyei hírnökök régóta várnak az emberi eszközökre, az egyház tagjaira, hogy együttműködjenek velük az elvégzendő munkában. Rád várnak. Testvéreim, ezt jól jegyezzük meg. Amen. Arra kérünk most benneteket, egy kicsit csendesedjünk. Tudom, hogy a közösségnek még nem zárhatja le a közös Isten tiszteletünk végét, de ahogy múlt héten is, egy éneket most is meghallgathatunk. Egy jól ismert gyülekezeti énekünk. Találtam meg az interneten,
amit most nem én készítettem, most erre nem volt időm. Hozott anyagból dolgozom. Hallgassuk. Aktuális lesz. Imádkozzunk. Mennyi Istenünk, Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy ezt a mai napot, ezt az újabb szombatnapot egy olyan üzenettel, egy olyan világos és egyértelmű gondolattal ajándékoztál meg, ami ráirányítja a figyelmünket arra a késedelemre és annak az okára, ami miatt immár 176 éve vár a világ Isten fiainak megjelenésére. Istenünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg minden zúgolódásunkat, minden haragot és indulatot, mindazt, amivel a te néped, amivel mi téged bántunk, és amivel bántjuk egymást, amivel késleltetjük, hogy te megtisztíthasd a mi szívünket minden bűntől. Istenünk, szeretnénk mi azt a bizonyos lécet a legmagasabbra helyezni. Add szent lelkedet,
hogy ebben az elhatározásunkban ő adja nekünk a léc átugrásához az erőt. Te tisztíts meg bennünket. Te erősíts meg bennünket. Te adj odaszánást, engedelmességet, tiszta gondolkodást, atyafiakhoz való hajlandóságot. Áraszd ránk a késő esőt, hogy ezt a világot, amely egyre jobban belemerül a bűnbe, tudjuk figyelmeztetni, hogy azt az utolsó figyelmeztetést mindenki meghallhassa. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hogy minden ellenségeskedésünk ellenére te küzdesz értünk. Köszönjük, Istenünk, hogy ezekkel a gondolatokkal most elindulhatunk. Hisszük, most már valóban azon az úton, amely a mi nemzedékünket és mindenkit, aki ma melletted dönt ebben a világban, be tudod vinni a mennybe, a mennyei Kánaánba. És véget érhet a szenvedés, a nyomorúság, a bűnvilága. Köszönjük, hogy mindezt a mi megváltónk nevében kérhettük, és hogy meghallgattál minket. Amen. Ezt mondja az Úr, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Bizony, jövel, Uram Jézus. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.